Tudom, hogy már csináltam egy videót a Sigér Dávidról, de eszembe jutott még valami. Most néztem meg a Videoton TV-n a Sigér Dávidnak a bejelentkező videóját, ahol elbeszélgetnek vele, ez a kötelező portré videó az új igazolásoknál, és megerősödik bennem továbbra is ugyanez az érzés, hogy jó, hogy rosszul fog hangzani, hogy jó, hogy elment a Dávid. Mert egy ilyen energiával telelevő játékosnak nem szabad padoznia. A Videóton most egy olyan karaktert igazolt 33 éves korában, a Dávid szerintem még egy-két évet biztos, hogy csúcsformában, ha csak nagyon remélem, hogy nem fog megsérülni. Jó egészségügyi állapotban, jó kondícióban van szerintem. Nagyon nagyot igazoltak vele, mert olyan karaktert igazoltak, akire szükség van. Hát én azt látom most a Videótonnál, egy olyan játékosra van szükség, aki egy kicsit összefogja ezt a csapatot. Tehát neki kell egy olyan vezető karakter, aki nem azt mondom, hogy a legtökéletesebb, a leggyorsabb, a legjobban cselez, a legtöbb gólt rúgja, hanem egy olyan valaki, aki tényleg összefogja őket. Mert most a Videótonnál ebből nagy hiány van. Nem tudom, hogy annak idején a Nikolić ilyen volt-e valójában az öltözőben, de most kell egy olyan hangulatfelelős, aki föl tudja dobni ezt a társaságot. Mert ahogy elnéztem őket, hát nem egy vidám barak a Videóton, és a vezetőedző sem sincs igazán jó paszban, mondom ezt úgy, hogy igazán csak egy mérkőzés ment le, szenvedtek egy nem várt vereséget, egy 3-0, pedig én szerintem többet vártam, és a Dávid azzal, hogy igazán létszám fölöttivé vált, és ő ezt, hogy mondjam, nagyon kultúráltan vette tudomásul. Biztos vagyok benne, hogy a Fradi vezetősége megfelelően megköszönte neki azt a munkát, azt az elszántságot, amit itt a Fradinál elvégzett, mert az biztos, hogy egy olyan nélkülözhetetlen darabja volt jó ideig a csapatnak, akivel sokat nyert a Ferencváros. És ezt az energiát, ezt most magával viszi Fehérvárra. Mert megcsinálhatta volna azt is, szerintem fölajánlották neki, hogy elvegetálhatsz itt az NB1-ben, nem kerülsz be a nemzetközi kupába, de azt tetszik benne a Dávidnak az egész habitusában, hogy ő most elhatározta, hogy én megpróbálom még egyszer. Megpróbálok még egyszer egy hasznára lenni egy csapatnak, és megharcolok a helyemért. Tehát ez ami nagyon-nagyon fontos, ami nagyon hiányzik a mai kor, mai labdarúgóiból, mai magyar csapatokban játszó játékosoknál, hogy meg akar harcolni a helyéért. Tehát biztos, hogy el tudna vegetálni, vagy elmehetett volna egy olyan klubba, ahol ha játszik, ha nem játszik, ha nincs kedve, akkor nem csinál semmit, meg tudta volna tenni. De ez a srác, ennek a srácnak szüksége van a kihívásokra. Ugye most lesz megint édesapa, ez tök jó érzés egyébként, én magamból is el tudom mondani, hogy háromszoros apukaként, hogy ennél szebb érzés nincs a világon. De az is jó, hogy még 33 évesen érez magában annyi erőt, energiát, hogy meg tudjon harcolni a helyért, hogy érzi azt, hogy a használatod lenne egy csapatnak, és ezért mondtam azt, hogy tulajdonképpen ő nem klubfüggő, tehát ő nem csak fradista lett, hanem a Sigér Dávid egy labdarúgó, aki úgy gondol saját magára, hogy még mindig értéket tud teremteni, vagy értéket tud adni, használat tud lenni valakinek, és tudom, hogy ezt már elmondtam ebbe a videóban, de akkor is nagyon-nagyon jó érzést tölt el, hogy vannak ilyen játékosok, akik meg akarnak harcolni a helyükért. De biztos vagyok benne, hogy majd a Videótonnál is lesznek fiatalabbak, akik majd próbálnak a helyére törni, de én azt gondolom, hogy addig, amíg ilyen mentalitása van, és ilyen jó erőben van, és nagyon remélem, hogy el fogják kerülni a sérülések, nagyon-nagyon föl kell kötni a gatyát, aki ki akarja szorítani majd őt a csapatból. Tehát valóban más célokért küzd a Ferencváros, és más célokért küzd a Videóton, de szerintem most nem tudom, hogy kiket fognak még igazolni, de én szerintem ennek a téli átigazolási szezonnak a legjobb húzása volt az a Videóton részéről, hogy leigazolták a Dávidot.
Most nem tudom, hogy pénzt adtak érte, vagy szabadon igazolható volt, ez tulajdonképpen semmi közöm hozzá, meg Isten igazából nem is érdekel, de azt látom, hogy az a vidámság, az a pozitív energia, amit minden interjújából sütött eddig a Dávidnak, ő ezt most átvitte a Videótonhoz, és nagyon ajánlom azoknak, akik egy kicsit elveszítették a hitüket Fehérváron, hogy nézzék meg ezt a videót, nyerjenek egy kis energiát, egy kis pozitív szemléletet, és energiavámpírkodjanak egy kicsit a Dáviddal kapcsolatban, vagy a Dávidról, mert higgyék el, hogy kapnak tőle. És én azt gondolom, hogy a fiatal srácok is, akik ott a Videóton környékén vannak, példát fognak tudni meríteni belőle. Nem tudom, mennyit fogod eljátszani. Nem tudom, mennyi, amiben ő gondolkodik, de azt gondolom, hogy legalább ő egy 2 évben gondolkodna. És az a hozzáállás, ami neki van, az tényleg példaértékű lesz. Én mondom ezt úgy, hogy látatlanba mondtam őt a Videóton legjobb igazolásának. A Kalmár Zsolti van ellentétben, aki egy kiváló képességű játékos, nem érzem ezt. Tehát a Zsoltinak valahogy egy kicsit, kicsit talán meg van keseredve, mert a karrierjét, hogy mondjam, nagyon sok lépcsőt tett elé az élet. És éppen ezért vált egy kicsit ilyen agresszívvá. Ezért van az, hogy frusztrálja őt a rengeteg sérülése, és ezért van az, hogy kiállítgatják a mérkőzésen, rengeteg sárgalapot kap, és úgy, hogy fiatal játékosként nem volt ennyire szétszórt, inkább azt mondom. De a Dávid szerintem még rá is jó hatással lesz. Hát én nem hallottam semmilyen sztár allűriéről, hogy ide ment bulizni, oda ment bulizni, hanem nem jelent meg az edzésen. Azért lehet sok mindent hallani a Fradi házatájáról, de az biztos, hogy a Sigér Dávidról ilyeneket biztos, hogy nem hallottam. És szerintem senki sem. Tehát én azt gondolom, hogy a Videótonnak most nagyon meg kellene becsülni azt, hogy egy ilyen labdarúgót tudott igazolni. Én szerintem még föl sem fogták, hogy mennyire jól jártak vele. És nem vagyok benne biztos, hogy abba fog megmutatkozni, hogy gólokat fog, hogy ő maga gólokat fog szerezni, hanem az a háttérmunka, ami mindig kell egy csapat környékére, hogy a játékosok egy kicsit jobban érezzék magukat a csapaton belül, hogy egy kicsit a csapat kohézió, a csapat összetartás jobb legyen. Az ilyen emberekre van a legjobban szükség ahhoz, hogy ezek jól működjenek egy csapaton belül. Nagyon remélem, most már nincsen klikkesedés a Videótonnál, és meg fogják tudni oldani a problémáikat, túllendülnek ezen a rossz időszakon, és ott tudnak lenni a dobogón, mert azt gondolom, hogy nekik is, ők is egy olyan csapat, aki már a nemzetközi mezőnyben bizonyított, és lehet, előbb vagy utóbb megint kihívóink lesznek majd ők is a dobogóért, vagy az aranyéremért vívott harcban. Nagyon örülnék, hogyha az Újpest is az új tulajdonossal megerősödne, és tényleg kialakulhatna már egy olyan versenyfutás a bajnoki címért, ami emeli a színvonalat. Ennyit szerettem volna csak mondani, igazán a pozitív szemlélet, amit ki akartam emelni, és az, hogy meg akar harcolni a helyért. Ezért lesz példaértékű az, amit ott el fog végezni, és főleg a fiatalok figyeljenek rá oda, mert megéri. Hát, hajrá magyar foci! Sziasztok! Érdekel a véleményetek. Kommenteljetek. Mások véleményére kíváncsiak vagytok? Osszátok meg ezt a videót. Ami ha tetszett, akkor lájkoljátok. És ha esetleg még ezen túl anyagilag is szeretnétek minket támogatni, akkor a szuper köszönettel, vagy a leírásban található bankszámla számon direktben is tudtok bennünket támogatni. Köszönjük!